Jó estét kívánok, kedves nézőink! 8 éves korszak zárult le a marosvásárhelyi vízisportok életében az elmúlt napokban, amikor lebontásra került az a létesítmény, amit sokan balonnak neveznek és ismernek. Jó estét, köszöntelek, és köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Szeretettel üdvözöllek én is, és minden tévénézőt. Talán te vagy egyik azon embereknek, akik nagyon sokat tudnának mesélni erről a 8 éves korszakról, hiszen ott voltál, amikor ezt a balont ugye felfújták és létrehozták, ugye? Igen, nem csak én voltam ott, mondhatnám azt, hogy az összes kollégámmal szurkoltunk, hogy ez a lufi, így szoktuk nevezni, fel legyen avatva és használatba legyen téve. Persze ott voltunk akkor is, és ott voltunk az utolsó nap is. Akkoriban, 8 évvel ezelőtt milyen igényt próbált kielégíteni ez a lufi tulajdonképpen? Miért is jött létre? Hát azért jött részle, hogy a sportolók meg a nagy közönség tudja használni, és szerintem megtette ezt a feladatát. Ez a 8 év nagyon gazdag volt eseményekben, versenyekben, rengeteg premier született ugye a marosvásárhelyi vízisportok életében, ott a lufiban. Gondoltátok-e az elején, hogy ennyire gazdag lesz ez a tevékenység a 8 év alatt, és annyira sok mindent sikerül megvalósítani? Szerintem mi elindultunk egy úton, hogy megvan ez a lufi, és hogy tudjuk a gyerekeket edzeni és nevelni. Nem gondoltunk erre, hogy ennyi vízes esemény fog megszületni ebbe a mi kis lufinkba. Melyek voltak a kezdetek? Melyek voltak az első kiemelkedő események, amelyeket sikerült megvalósítani? Tehát az első események, ha jól emlékszem, úszóverseny volt, egy nemzetközi úszóverseny, és utána kezdődött a vízilabda. Tehát megalakult a női vízilabda, ami premier volt Romániában is, meg hogy Marosvásárhelynek is csapata volt, és ha nagyon jól emlékszem, akkor pont most 8 éve májusban volt itt az első mérkőzés felnőtt korosztályban. Hogyan fogadták a szülők, gyerekek ennek a lufinak a létezését, azokat a lehetőségeket, amelyeket a lufi nyújthatott ebben a sportban? Hát, hogyha összeírnánk az összes megtanult gyereket, aki megtanult úszni, és nem csak gyerek, hanem felnőtt, és akik használták, szerintem pozitív volt, és kihasználtuk ezt az esélyt. Amit sokan nem tudnak, az az, hogy rengeteg premier született itt a lufiban, olyan események, versenyek, amelyek elsőként itt Marosvásárhelyen történtek meg. Melyek voltak ezek? Hát meg szeretném említeni akkor még egyszer ezt a női vízilabda mérkőzést, ami a román bajnokságban indult, tehát itt volt az első meccs, utána játszottunk Nagyváradon, és akkor Bukarestben volt a döntő. Utána 2013-ban itt játszották az első nemzetközi, tehát válogatott szinten az első meccset Szlovákiába, ahol itt megszületett az első gól is Romániának. És nagyon sok triatlon, tehát bírói kurzusok voltak, vízilabda bírói kurzus ebbe a medencébe. Az első triatlon kurzus, amit itten Krósz Péter szervezett meg, ahol mi is többen a edzők közül részt vettünk. Akkor a szinkronúszás is elindult itt Marosvásárhelyen, megszerveztük az első szinkronúszó nemzetközi verseny, tehát nem is csak román csapatok vettek részt, hanem nemzetközi csapatok. Akkor az első vízilabda tábort Romániába, az első szinkronúszó tábort Romániába, és szerintem még rengeteg van, itt látod a listát itt előttem, ami ide fel van írva, ezek amik az elsők, tehát elsők voltak Romániában. Ha Magyarországra gondolunk, ugye, ahol az úszás akár nemzeti sportként is szerepel, ugye, ott már iskolában belefoglalják a tanterbe, stb. Itt nálunk még nem annyira ismert, és nem annyira népszerű. Milyen nehézségekbe ütközött a vízisportok élete az évek folyamán, úgy, mint a támogatottság egyáltalán? Gondolod-e azt, hogy picit hátrányba szorult, vagy háttérbe szorult az úszás a többi sportákhoz viszonyítva? Nem mondhatom azt, hogy hátrányba szorult, mivel hogy mi mindig elmondjuk, hogy aki tud úszni, annak két élete van. Tehát nagyon sok igény volt, nagyon sokan jöttek tanulni, nem csak Marosvásárhely szinten, hanem az ország szinten. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy hátrányba
szorult hátrányba, szorult olyan szinten, hogy összehasonlítsuk Magyarországgal, ahol az iskolából viszik a gyerekeket. Na, nálunk nincsen meg a tanügynek ez a határozata, hogy iskolán keresztül vigyék a gyerekeket. És nagyon sok városban vannak programok, hogy iskola után viszik a gyerekeket úszni, amint nálunk is volt. Tehát itt is volt két évig, azt hiszem két évet tartott ez a kurzus, hogy hozták az iskolából a gyerekeket tanulni úszni, ami egy nagyon jó lehetőség volt, és reméljük, hogy folytatjuk is. Az úszás tanulás, mint folyamat, hogyan változott az évek folyamán, például abban az időben, amikor te tanultál úszni, és hogyan oktatják manapság az úszást? Van-e különbség? Van-e változás? Persze, hogy van különbség. Hát én mikor tanultam úszni, akkor engem megfogott az edző, és bedobott a vízbe, és ki kellett ússzak. Na most ez nem így működik. Mostan szépen sorjában felállítjuk a gyerekeket, csoportok vannak, és megvan minden edzőnek a módszere, hogy tanítsa a gyerekeket úszni. De nem úgy, mint mikor mi tanultunk. Amúgy mennyire hosszas ez a folyamat? Tehát mi az a maximális idő, ami alatt megtanulhat egy gyerek úszni? Nem szoktunk időt szabni, időt mondani, mivel hogy gyerektől függ. Tehát van, aki hamarabb megtanul úszni, van, aki később tanul megúszni. Nem mindegy, hogy egy 4 évessel foglalkozom, nem mindegy, hogy egy 6 évessel, 8 évessel, 10 évessel. Tehát ez gyerekektől függ. Hogyan fogalmaznád meg az úszás előnyeit, fejlesztő hatásait a gyerek vagy bárki részére? Hát elsősorban, amit elmondtam az előbb is, ha úszni tudsz, akkor két életed van. Nagyon jól fejleszti az összes izmodat, tehát egy időben fejlődik az összes izom. Nagyon jó a légzés, tehát azoknak, akiknek légzés problémájuk van, hátgerincferdülés problémájuk van. Tehát ez a lista olyan hosszú, hogy szerintem holnap reggelig tudnánk folytatni, tehát az úszás az mindenre jó. Tehát a gyerekek, te is tudod, jobban tanulnak, beosszák az idejüket, szocializálódnak, tehát van egy közösség, ahova tartoznak, és csak pozitív dolgokat tudunk elmondani. Észrevehető volt-e az elmúlt években az a tendencia, hogy egyre többen jelentkeznek úszó tanfolyamra, akár divattá vált-e az, hogy mindenki megtanuljon úszni? Persze, és nagyon sok lehetőség van Marosvásárhelyen, tehát az a gyerek, amelyik megtanul úszni, tudja folytatni, el tud menni vízilabdázni, el tud menni triatlonozni, el tud menni szinkronúszni, tehát utána is megvannak a lehetőségek, hogy lehet folytatni. Körülbelül hány éves korig lehet ezt űzni, akár sportszerűen? Vagy ez nincs felső határ? Hát szerintem, ameddig az ember jól érzi magát, és versenyekre el tud menni. Beszéljünk egy picit a sportszerű úszásról, mit is jelent tulajdonképpen ez a gyakorlatban, milyen áldozatokkal jár, és hát milyen adottságokkal kell rendelkezni annak, aki sportszerű úszásra adja a fejét, tehát hogy ez azért nem annyira egyszerű. Igen, hát elsősorban nagyon nagy kitartás kell legyen abba a gyerekbe vagy a sportolóba, aki bármilyen verseny sportot űz. Most azt is el kell mondjuk a kedves nézőknek, hogy ezek a gyerekek reggel 6-kor kezdtek edzésre jönni, tehát napi 2 edzésre jönnek. Nekik az egész napjuk abból áll, hogy reggel jön edzésre, elmegy iskolába, visszajön edzésre, hazamegy és tanul. Tehát nagyon keveset van a barátaival, nagyon keveset van a családdal, hétvégeken ilyen verseny, olyan verseny, táborok, kantonament, tehát sok mindenről lemondanak a gyerekek. És hogyha már ennyire nagy az áldozat, akkor bizonyára mindenki ugye az eredményeket várja el. Beszéljünk egy picit az eredményekről is. Milyen kiemelkedő eredmények születtek az évek folyamán itt Marosvásárhelyen? Marosvásárhelyi gyerekek hogyan álltak helyt különböző versenyeken, megmérettetéseken? Hát nagyon sok eredmény született. Most nem szeretnék egyesével felsorolni, mert lehet, hogy kihagynák valakit, és akkor megsértődne, de úszás szinten is mindenféle kategóriában, tehát ifjúsági, junior, gyerek kategóriában bajnokaink voltak, ha nem is a pódium legfelső fokán, de az első 3-ban benne voltak. Válogatott úszókat neveltünk, akik a válogatottban voltak meghívva, és a válogatottat képviselték külföldön, akkor ugyanígy a vízilabdába is válogatott játékosokat neveltünk a lányoknál, meg válogatott színekbe képviselték Romániát, mármint Marosvásárhelyt is, és nagyon jó eredményekkel, akkor ugyanígy a triatlonba is neveltünk gyerekeket, akik Európa-bajnokságon vettek részt, Balkán-bajnokságokon, a szinkronúszásban is a kolléganőm Dubajban volt versenyen, tehát azért vannak és voltak gyerekek, akik
kiemelő eredményeket értek el. Melyek az ideális feltételek, amelyek nem mindig adottak, ugye, de melyek lennének az ideális feltételek ahhoz, hogy egész jól menjenek a dolgok, az edzések, mire van szükség ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el. Tehát nem elég csak az, hogy a gyerek eljár úszni, azért kellenek az anyagi feltételek, a körülmények. Hát elsősorban a legfontosabb az úszoda, tehát hogy legyen meg a medence, és legyen a medencébe víz, és akkor ez a medence, vagy úszoda, vagy sportbázis a sportolók használják. Ez a legfontosabb, hogy ez meg legyen. Aztán utána, amikor a víz megvan, akkor jöhet a többi. Ezúttal egy picikét hát megfosztottak benneteket az alapvető feltételtől, ugye? Nincs már lufi, a medencében még nincs víz. Hogyan tovább? Igen, hát nincs lufi, ezt mindenki tudja. Köszönjük addig, amíg volt. És előre nézünk, tehát napokban összegyűltünk a kollégákkal virtuálisan, tehát nem face to face, ahogy mondják, és terveket szöttünk, hogy hogyan tovább, persze nem adunk fel semmit, tehát ezután is szeretnénk ugyanezeket az eredményeket elérni, és minél több gyereket nevelni bármelyik vizes sportba, és hát megígérték, hogy víz lesz a medencébe, és fogjuk tudni használni egész nyáron. Amúgy picikét ez a pandémiás helyzet is ugye bezavart ugye mindenkinek ugye a sport életbe is. Hogyan sikerült tartani a kapcsolatot a gyerekekkel, illetve ösztönözni őket arra, hogy tovább mozogjanak, hogy ne maradjon ki ugye ez a nagy periódus mozgás nélkül, hiszen elég nehéz lenne utána visszatérni, megint sportszerűen úszni vagy bármit. Hát ösztönözni, szerintem ők már egy olyan szinten vannak agyilag, hogy ők tudták, hogy ezt meg kell csinálják. Hát interneten tartottuk a kapcsolatot, különböző gyakorlatokat küldtünk nekik. Én kisfilmeket küldtem, ilyen motivációs kisfilmeket, meg kérdéseket az olimpiákról, meg felléptünk online, és közösen csináltunk edzést, és nagyon várjuk már, hogy találkozzunk is, ami még egyelőre nincsen megengedve, de szerintem az összes kollega tartotta a kapcsolatot, és száraz edzést tartottunk, mivel hogy vízi edzés nem lehetett, és egyelőre még nem engedte meg a sportminisztérium, hogy vízi edzéseket tartsunk. Amúgy van-e reális esély arra, hogy még ezen a nyáron víz kerüljön a medencébe, illetve a víkendtelepen edzéseket lehessen tartani? Igen, megígérték, a polgármesteri hivatalhoz voltunk felhívva az összes edző, és ott megígérték, hogy víz lesz a medencébe, és hogy használni fogjuk tudni használni. Úgyhogy ezt várjuk, hogy a sportminisztérium megengedje, hogy neki fogunk edzeni a gyerekekkel, és víz legyen a medencébe, és akkor újra neki fogunk, és tervezünk, és közösen megyünk tovább. Amúgy melyek a legnagyobb és legfontosabb versenyek, sportesemények, amelyek idén sajnos elmaradnak, bajnokságokra gondolok? Hát kezdem az úszással, akkor kellett volna a regionális versenyekre menjünk, de most elmondanám a kedves nézőknek, hogy a regionális versenyek az, mikor elmegy a gyerek és egy szintidőt kell úszon, és akkor kvalifikálja magát az országos bajnokságra, akkor elmaradtak az országos bajnokságok, ez mostan gyerek és kadett kategóriára értem, akkor május közepén lett volna a nemzetközi úszóverseny Bukarestbe, a junioroknak és az ifiknek és a felnőtteknek, ez is elmaradt a felnőtt ifjúsági és junior bajnokság, a vízilabdába abban maradt a bajnokság, tehát ők már hamarabb nekifogtak, és egy bizonyos meccseket lejátszottak, de még elmaradtak bizonyos mérkőzések. Akkor a szinkronúszó verseny is most kellett volna legyen május 2-án itt Marosvásárhelyen, úgyhogy sok esemény. A triatlon is most kellene kezdődjön, tehát eddig kellett volna alapozzanak benti úszodákba a sportolók, most kezdenének kint. Itt Marosvásárhelyen lett volna megint egy Európa-bajnokság, triatlon, a vízilabda bajnokságokat kellett volna, volt is már decemberben, de tovább is kellett volna legyen, elmaradt a maraton, a 8 órás maraton, amit minden évben megszerveztünk, a Swimathon, amit tudjuk, igen, hogy karitatív jellegű
úszóverseny, elmaradt a június 1-i úszóverseny, amit a gyerekeknek szoktunk szervezni, akkor a mi nemzetközi úszóversenyünk, a májusi, a Tóth Pál emlékverseny, amit 27. alkalommal lett volna most, hogy megszervezzük. Tehát sok-sok esemény Marosvásárhely szinten is, és Románia szinten is. És ezek remélhetőleg jövőre majd meglesznek, és akkor mindent pótolni lehet, gondolom, hogyha picit normalitásba kerülnek a dolgok, akkor ezek ugye újra visszatérnek ezek a versenyek, megmérettetések. Persze, hát mi edzők is nagyon várjuk már, hogy neki fogjunk az edzéseknek, és legyen egy cél, amire edzünk, és a gyerekeknek is bennük van, hogy ezek a provokálások, hogy elmegyünk versenyre, és a startkörre állunk, meg a vízilabdások, hogy neki fognak játszani, meg mindenféle sportnak megvan a maga provokálása, és nagyon reméljük, hogy közösen ugyanezeket a versenyeket, amik az idén elmaradtak itt Marosvásárhelyen, a jövőbe meg fogjuk szervezni. Egyébként hogyan fogadták a gyerekek azt a hírt, hogy nincs már Luffy, milyen reakciókat kaptál te személyesen tőlük? Őszintén nem tudom, mert nem beszéltem még velük erről a témáról. Majd mikor találkozunk az első edzésen, akkor szeretnék velük erről beszélni. Biztos, hogy tudják, mivel hogy a szülők értesítettek, meg a média is teli volt, és sokan a közösségi hálózaton fent vannak, és követték ezeket az eseményeket. Remélem, hogy átadjuk nekik azt a pozitívot, ami bennünk van, hogy nem sírunk, hogy nincsen, hanem hogy előre nézzünk, és hogy csak arra koncentrálunk, hogy mi lesz. Hogyan lehet fenntartani a gyerekekben a motivációt, hiszen az úszás az egy picit sajátosabb, ugye az egyéni úszás, mint más sportok esetében, a csapatsportok esetében, a csapatjátékok esetében. Az egyéni úszásnál ugye szinte azt mondhatni, hogy monoton módon ugyanazt előre-hátra, tehát úszni kell, és nincs semmi más, nem olyan, mint a pólónál például. Mégis hogyan lehet fenntartani a motivációt? Mi az, ami viszi előre a gyerekeket, és hajtja őket, hogy minél jobbak legyenek? Hiszen nem könnyű sport. Nem könnyű sport, pontosan azért, ahogy mondod, mert monoton, tehát az ember beugrik a medencébe, és látja azt a csíkot a medence alján, és úszik. Erre születni kell, én azt mondom, erre a sportra. Én kipróbáltam az úszást is, kipróbáltam a vízilabdát is, tehát bent voltam a lányokkal edzésen, de nem az én világom. Lehet pontosan azért, mert először egy egyéni sportot űztem, tehát nem csapatsporttal kezdtem. Hát ez mindenikben benne van a nyerési vágy, tehát mindenki nyerni akar, és mindenki a dobogón akar lenni, és azt az érmet megfogja, és hazavigye azt az oklevelet meg, hogy büszke legyen, és ez viszi tovább a gyerekeket, hogy fejlődnek, tehát minden versenyről versenyre jobb időket úsznak, és mikor már kezdenek ott közel lenni a dobogóhoz, akkor még több vágy van bennük, hogy ezt végigcsinálják. De ez fejbe, tehát ez nagyon fontos, hogy a gyerek, vagy az a sportoló fejbe eldönti, hogy én ezt meg akarom csinálni. És akkor itt jövünk mi edzők, akik bizonyos módszerekkel tovább fejlesszük azt a gyereket, azt a sportolót, és teszünk felnőtt fejjel, ki tudjuk pótolni azt a hiányt, ami tovább viszi őket a dobogóra. Azt ugye kell tudni, hogy egy-egy ilyen megmérettetésen rengeteg csapat van, rengeteg gyerek vesz részt, viszont nagyon kevés az a gyerek, aki felkerül a pódiumra. Viszont az úszásban a sikert nem kimondottan csak a pódiumon való lét jelenti, hanem az is sikert jelent, hogy a gyerek önmagához képest ugye javít versenyről versenyre. Viszont a gyereknek ugye az van előtte, hogy hát mégiscsak az érme, az kerüljön a nyakába, vagy legyen ott a pódiumon. Hogyan lehet áthidalni ezeket az úgynevezett kisebb kudarcokat, és megértetni a gyerekkel, hogy igen, most nem kerültél oda fel, viszont jobb voltál, jobb időt úsztál, stb. Én pontosan ezért szeretem őket vinni ilyen barátságos versenyekre, ahol nincs ottan az elit, hanem esélye van a gyereknek felállni a dobogóra és megnyerni azt az érmet, ami neki már egy pozitívumot ad, hogy még többet dolgozzon. Tehát, hogy ő bebizonyítsa magának, hogy igenis lehet. Akkor nagyon sok ilyen helyi versenyeket szerveztünk. Pontosan ezért, hogy annak a gyereknek meglegyen az elégtétele, hogy én nyertem. Tehát nagyon sok módszer van, nagyon sok
A legfontosabb, hogy ne a szülő akarja ezt a dolgot. Tehát itt ez egy megint más beszélgetés, tehát itt felhívnám a figyelmet a szülőkre is, hogy ismerjük el, hogy az a gyerek mire képes, és arra biztatjuk, és azt várjuk el tőle, amit tud. Ne próbáljunk többet kihozni belőle. Vannak tehetséges gyermekek, vannak dolgozó gyermekek, van, akinél összejön ez a kettő, hogy dolgozik is, tehetséges, az elit lesz, de fogadjuk el azt úgy a gyerekünket, ahogy van, és segítsük addig, ameddig a gyerek tud. Ne várjunk el tőle olyan dolgokat, amiket nem tud megvalósítani. Ez most nem csak úszásra érvényes, iskolába is érvényes. Tehát tudjuk, hogy a gyerek nem egyformán tanulja meg az A betűt írni, vagy a B betűt, nem egyformán tanulja meg az angol nyelvet, a román nyelvet. Ugyanígy az úszásban is nem egyformán teljesít. Amúgy vannak-e kimondottan olyan fizikai adottságok, amelyek segítik a gyereket ebben a sportban, illetve hiányosságok, amelyek ugye hátráltatják, tehát hogy kiből lesz jó úszó, ha csak a fizikai adottságokra gondolunk. Számít-e például a magasság, a testalkat? Bármi? Minden sportban számít, tehát minden sportban vannak ilyen kritériumok, ami szerint kiválasztod a gyereket. Na most én azt mondom, hogy nem lehet ezeket a kritériumokat, ezeket az adottságokat leplafonálni, hogy most csak ilyen csak a magasak legyen, csak magas jól, legyen, igen. Mert ez egy íratlan törvény, tehát bármi lehet. Bárki megtanulhat úszni. Most nem azt mondom, hogy bárki lehet bajnok, mert nagyon sok felmondással és lemondással és munkával jár, de aki ezt megcsinálja, annak esélye van, hogy oda eljusson, ahova szeretne. És ugye sok példa született itt Marosvásárhelyen is, olyan gyerekek, akik egész jól helytáltak a nemzeti bajnokságokon, sőt külföldre is eljártak versenyekre és pódiumra kerültek. Persze, vannak ilyen úszok is, vannak vízilabdások is, van Balkán bajnokságról egy ezüstérmű, Fangli Henrietta, tehát meg tudom ezt említeni, akkor van válogatott vízilabda játékosaink, marosvásárhelyi lányok, akik Törökországba vettek részt először Románia történetében egy ilyen nemzetközi bajnokságon is harmadik helyet, tehát egy ezüstéremmel jöttek haza, akkor vannak válogatott játékosok, akik csak vízilabdáról beszélek, lányok, akik Balkán-bajnokságon vettek részt, kisebb kategóriában U15 vagy U16, már nem emlékszem pontosan. Tehát vannak, akik külföldön is részt vettek nagyobb versenyeken, és bizonyítottak. Hogyan lehet egyeztetni az iskolát a sporttal, és milyen kapcsolat alakult ki az évek folyamán, hogyha volt-e ilyen kapcsolat iskolai tevékenységek, úszás között, hogyan lehet ezt egy hidat építeni akár a kettő között, hogy akár olyan jól működhessen, mint például a szomszédban Magyarországon? Hát vannak iskolák és iskolák. Tehát én megemlítenék egy sportolót, nem akarom a nevét elmondani, aki 12-es korában többet volt a csapatánál, mind itthon. 6 hetet járt iskolába, 12-es korába, megkapta támogatást a tanároktól, a szüleitől is, és leérettségizett, és nem is 6-ossal érettségizett le, de ez tőle is függött. Tehát ő is akarta ezt az egészet, és meg lehet csinálni. Tehát ezért mondom, hogy ez fejbe dől el. Tehát ezek a gyerekek, akik már ilyen szinten űznek teljesítménysportot, ők tudják, hogy edzésen is bizonyítani kell, és a tanulás se kell elhanyagolni, és mi edzők se támogatjuk azt, hogy a tanulást hanyagolni kell, hanem ezt össze kell valahogy párosítani, és meg kell csinálni. Ugye gyakran elhangzik az, hogy a szülőnek talán nincs ideje arra, hogy elvigye a gyereket edzésre, és hogy mennyire jó lenne az, hogyha iskola után, vagy az iskolai program keretében ez megvalósulna, és akkor elvinnék őket, meg visszavinnék. Vannak-e ilyen példák, vagy voltak-e? Vannak, voltak, és lesznek. Tehát addig még nincs kialakulva egy olyan rendszer, hogy meglegyen, hogy az iskolába kijön, és az iskola mellett van az úszoda, most visszatérünk Magyarországra, mert ismerőseink vannak ottan, és reggel elmegy edzésre, az edzés kijön, és bemegy az iskolába, megebédel az iskolába, és akkor iskola után megint az edzést
bemegy az úszodába, és meg végigcsinálja az edzést, és hazamegy. Tehát ez az ideális. Amúgy ez az egész dolog, ez egy elég komplex tevékenység, nem elég csak az edzésre gondolni, kimondottan a fizikai konkrét tevékenységre, hanem ez egy egész. Kell foglalkozni a gyerekek pszichéjével, ugye kell foglalkozni a gyerekek táplálkozásával. Mennyire tudatos ez itt nálunk Vásárhelyen? Foglalkozunk vele. Odafigyelni minden vetületére ennek a sportnak. Foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, és működik ez a dolog. Tehát és miért a fontos is, amúgy, miért fontos ez, hogy kitérjünk a táplálkozásra, kitérjünk a szellemi tevékenységre, a motiválásra? A táplálkozás azért fontos, mert futnak az iskolából edzésre. És nem mindegy, hogy az az idő alatt, míg az úszodához elér, egy kiflit eszik, vagy egy banánt eszik. Tehát mi szoktunk ilyen táplálkozási szakértőkkel találkozókat szervezni, ahol ne csak én mondjam el mindedző, hogy mit kellene reggelizzen, milyen uzsonnát vigyen, mit tegyen edzés után, mit tegyen edzés előtt, hogy az energiája neki meglegyen edzés közben. A gyerekek is részt vettek ezen a találkozón, és működik. Tehát én nagyon sokat beszélek velük, gondolom a kollégáim is, tehát a szinkronuszok kollégámat tudom, mert ottan a lányok ott vékonyak kell legyenek, és ott még közben jön a balett, meg mindenféle edzések, de foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Amúgy ebben a sportban fontos a közösség, hiszen ennek is közösségépítő jellege van, nem csak a gyerekek körében, hanem a szülők körében is. Mennyire nehéz ezt egyeztetni és tartani a kapcsolatot ugye a szülőkkel, nem vagyunk egyformák, mindenki másként látja, van, aki jobban tud mindent, mint akár az edző. Hogyan lehet megtartani egy egyensúlyt ebben is? Nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát ezt meg kell tanulni mindedző, hogy ahogy mondtad te is, hogy a szülők nem egyformák. Van, aki a túl buzgosságával, s a túl akaratával több rosszat csinál, mint amennyi jót. Na most a szülő kategóriát is nagyon sokféle részre lehet bontani, de köszönjük, hogy vannak, és köszönjük, hogy segítenek, mert tényleg a támogatást megkapjuk mindenféle szinten a szülőktől, és mindig akad olyan, akinek munkát le tudsz adni. Tehát akkor ezt így szoktuk megoldani. Hogy persze a szülők mindig nagyon szubjektívek, ami a gyerekeiket illeti, és bizonyára gondolom voltak olyan helyzetek, hogy versenyen megkérdőjelezik az eredményeket, és akkor elégedetlenek, hogyan lehet ezt kezelni, ezt a helyzetet? Persze, hát ilyen mindig volt, van, s lesz. Tehát ezért mondom, hogy ezt a helyzetet is meg lehet kezelni. Hát vannak módszerek, nekem is van módszerem, hogy mivel bizonyítom be, hogy miért van ez az eredmény. Gondolom, minden edző kollégámnak megvan ez a módszere, és ahhoz, hogy az a gyerek eredményes legyen, nem csak én kellek, hanem ő is kell. Tehát ezt is oda kell tenni, és ez most megint kitérek oda, hogy ne várjunk el attól a gyerektől többet, mint amennyit tud. És ezt szoktam, nem csak én gondolom, hanem az összes kollega megmagyarázni a szülőknek, mikor sikerrel, mikor siker nélkül. Vannak szülők, akik megértik, van szülő, amelyik tényleg, és mondom, köszönöm szépen mindenkinek, és a kollégák nevében, mert biztos, hogy nekik is vannak ilyen szülőközösségek, akik tesznek, mert versenyeken te is láttad, hogy mindig ott vannak minden klubtól, és mindenkinek megvan le van osztva a feladata, hogy te ezt csinálod. És amúgy nagyon lelkesek, igen, nagyon drukkolnak. Igen. És... igen, tehát most egy közösségből van 5 szülő, aki jobban oda teszi magát. Ezeket ki kell használni. Nem várhatod el mindenkitől. Én sem voltam az a szülő az iskolában, aki oda tette magamat. Tehát én meg is mondtam az osztályfőnöknek, ne haragudjál, nem tudok. Amiben tudok, telefon beszélgetést elintézni, nagyon szívesen, de nem tudok fizikailag. Nekem is volt ilyen szülőm. Elfogadtam, köszönöm szépen, mikor kellett valamit telefonon elintézni, meg volt a megfelelő ember. Amúgy melyik az alsó korhatár, mikor kezdhet el egy gyerek úszótanfolyamra járni? Hát vannak 4 éves gyerekeink, akik jönnek úszni. Van babaúsztatás is Marosvásárhelyen, fent az Orvosi Egyetemnek a,
az úszodájában van egy házaspár, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy mind csökken és csökken az év határ, de mi edzők tanfolyamot 4 éves kortól vállalunk, a többi kisebb gyereket oda szoktuk irányítani a baba-mama úsztatáshoz. Amúgy milyen ez a korosztály 4 évesen, amikor a gyerek ugye bekerül oda, és hát még játékosan kell ezt csinálni. Mennyire kitartóak a 4 éves gyerekek ebben? Hát ezt is lehet osztani, ezt a témát. Hát vannak gyerekek, akik nagyon élvezik, vannak gyerekek, akik félnek a víztől, van gyerek, aki 3 napig ordít, tehát nem tudja felfogni, hogy most mi történik, de aranyosak, tehát nagyon aranyosak, egy kis meglepit szoktak kapni az edzés végén, az óra végén, és már úgy jönnek be, hogy mami a meglepi. Tehát meg lehet őket fogni, és meg lehet őket szeretni, és nagyon, nagyon aranyosak. 2 lehetőség van, úszni az egészségért, és úszni sportszerűen. Ha csak az egészségét szeretnénk, mert azért, meg azért, hogy mozogjunk, hányszor indokolt és ajánlott eljárni edzésekre? A sportszerű úszás, ugye a teljesítményszerű úszás az már teljesen más, ott már ugye minden nap. De hogy ha van olyan, aki csak szeretne eljárni úszni, hogy formába tartsa magát, egészséges legyen, akkor hány alkalom ajánlott? Mi ezeket fitness csoportoknak nevezzük, heti 2-szer jönnek ezek a csoportok, persze meg vagyunk egyezve a szülőkkel, hogy csak ezért jövünk, tehát hogy egészségesen, hogy a háttartás, meg a gyerek eljárjon sportolni, és hogy újra kitérek, hogy akit úszni tud, annak 2 élete van. Tehát 2-szer ajánljuk, és a teljesítmény sportnál azt tudjuk, hogy nem csak heti 6-szor, hanem ha beszámoljuk a reggeli edzéseket, akkor az már, és a száraz földi felkészítést, akkor az már nagyon sok. Egyébként hogyan történik meg ez az áthajlás? Ugye kezdetben mindenki elmegy egy úszótanfolyamra, elkezd tanulni úszni, és akkor mikor dől el az, hogy egy gyerekben van valami, amit tovább kellene fejleszteni, és ajánlott neki a teljesítményszerű úszás? Ezt az edző fogalmazza meg ezt az igényt, vagy akár a szülő szeretné, vagy a gyerekben fogalmazódik meg? Hogyan történik ez a kiválasztás? Én személy szerint mindig megkérdem, mikor a szülő felhív telefonon, hogy el akarja hozni a gyereket, vagy már, hogyha tud úszni. Vegyük azt a konkrét esetet, hogy tud úszni. És akkor mindig megkérdezem, hogy jó, és mit szeretnél? Mert vannak, és akkor megkérdezem, jó, milyen lehetőségek vannak. Akkor felsorolom, hogy először is meg kell nézzük, hogy mit tud, vannak ezek a lehetőségek, hogy lehet jönni edzésre, tehát teljesítménysportot űzni, van vízilabda, van szinkronúszás, van triatlon, és akkor így egy közös megegyezés alapján döntsük el, hogy akkor az a gyerek melyik csapatba kerüljön be. És persze a folyamatban majd eldől, hogy mennyire kitartó, persze. Mert hogy nem mindenki, aki úgy dönt, hogy elkezdi ezt mindenhol, a folytatja is. Így van, hogy mikor lentről kezdjük, akkor van egy ilyen nagy téglasor. És akkor, hogy megyünk felfele, akkor azért, tehát ez így működik. Milyen következtetéseket vonhatunk le a marosvásárhelyi vízisportok jövőjével kapcsolatban? Mi optimisták vagyunk, tehát, mint látod, nem sírok, hanem mosolygok, és mosolyogva nézek előre, és várjuk a vizet, és hogy engedjék meg a sportminisztérium, hogy fogjunk neki edzeni, és ezt várjuk, hogy neki fogunk, és ez az első célpont, hogy engedjék meg, és majd utána aztán kialakul a többi. Hát ehhez kívánunk sok sikert, meg azt, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, és mindaz, amit eddig a 8 év alatt megvalósítottatok, azt folytatni lehessen a jövőben is. Folytatni fogjuk. Köszönjük, hogy itt voltál. Mi is köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek pedig további szép estét kívánunk. Ne feledjék, magyar adással kedden és pénteken találkozhatnak este 7 órától. Viszontlátásra!